Szendrei megy a másik oldalon, hoppá! Laca góljával a 24. percben megszerzi a vezetést az Eto FC Győr, pedig még egyszer Laca megkapja a labdát, ellövi, és olyan ívet ír le a labda, hogy Takács erre már nem tud reagálni. Beadásra számított szerintem Takács is, el is indult egy picit előre, hogy adott esetben lehúzza a labdát, de Laca váratlant húzott, és a kapuba lőtte ezt.